Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás. Márai Sándor gondolatát idézte a Vajdasági Magyar Szövetség Szent István napi központi ünnepsége. Az ünnepség vezérgondolatát járta körül ünnepi beszédében a VMS elnöke. Hogy az állapot egy passzív helyzetet jelöl, leledzést, a magatartás pedig a létezésen, a leledzésen túlmenően erőfeszítést, akarást jelent, aktív, úgymond proaktív alkotó szerepet. A magatartás önmegtartást, megmaradást, gyarapodást, kibontakozást, előretörést, ambíciót jelöl. A nemzeti történelem érdemes részévé váló jelent, megőrzését és gazdagítását nyelvünknek, szokásainknak, kultúránknak, tudományunknak, teljesítményünknek. A Vajdasági Magyar Közösség és a VMS vonatkozásában egyértelműen magatartásról beszélünk, hangoztatta Pásztor István. Az elmúlt egy év meghatározó pillanatait emelte ki bizonyságul. A Magyar Párt megalakulásának 90. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést, a félidős Magyar Nemzeti Tanács tevékenységét, a VMS-esek és a függetlenek együttműködését az MNT-n belül, a májusi választásokon való önálló megmérettetést. Pásztor István megismételte, a választásokat követően már semmi sem lesz az, mint korábban volt. A VMS elnöke Palicson is kijelentette, a Demokrata Párt akkor arra készült, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget annak eredményeitől függetlenül kiszorítsa a hatalmából bármilyen áron. Viszont épp az ellenkezője történt, a Demokrata Párt politikailag kivégezte önmagát, a haladók és a szocialisták alakítottak kormányt, a haladók volt elnöke az államfő, mondta Pásztor. Azt kell látni, nincsenek partnerként nem lehetséges politikai pártok, mindenki mindenkivel összeáll, hogy érvényesítse érdekeit. Ebben a helyzetben, amit nem mi hoztunk létre, nekünk is alkalmazkodnunk kell, mert különben a körülmények elsöpörnek bennünket. Ahogy eddig is, érdekeink megvalósítását szem előtt tartva szövetségekre kell törekednünk, azokat megtartanunk, megbízható és kiszámítható partnernek kell lennünk, és azt is kell elvárnunk másoktól. Önállóságunk fenntartására kell törekednünk, egyenlő távolságban maradni mindenkitől. Mi sem lélekben, sem számbelileg nem vagyunk túl kicsik ahhoz, hogy megengedhessük a szavakba öntött csettintés, ígéret, mézes madzag legyen a számunkra. Csak a cselekedetek, a megoldások, a megbeszélteken alapuló partnerség az elfogadható számunkra. Az ünnepség keretében a Magyar Államiság milleniumára készített emlékzászlót adott át Magyarország szabadkai főkonzulja a Szent György templomnak. Orbán Viktor miniszterelnök ajándéka Korsós Tamás közbenjárására érkezett Szabadkára, a honfoglalás milleniumára készült zászló mellé. Felszólalásában a főkonzul azt mondta, a Szent Istváni eszme továbbéltetése, a nemzet határokon átívelő egyesítése, a kettős állampolgárság, majd felolvasta Orbán Viktor Palatinus István plébánoshoz és a délvidéki magyarokhoz írt levelét. Ezen a zászlón rajta van mindaz, ami ezer éves történelmünkből fontos számunkra. Van azonban valami, ami még ennél is izgalmasabb, a másik fele. Az ugyanis most még üres. A másik oldala még vár valamire. Ez a magyar történelem következő ezer esztendeje, ami előttünk áll még. Erre az oldalra nekünk kell megírni a történelmet. Azt az üres oldalt nekünk, magyaroknak közösen kell megálmodnunk. Budapesten, a nagyvárosokban, a falvakban, határainkon innen és túl. És bizony önöknek, délvidék polgárainak szintén ez a feladatuk. A Szent István napi palicsi központi rendezvényen Lázár János Magyarország miniszterelnöki államtitkára nem tudott jelen lenni. Az anyaország nevében Mikovics Oszkár Magyarország belgrádi nagykövete köszöntötte az ünneplőket. Hogy ez a nemzet összetartóan szeretné megőrizni identitását, és annak az egyénei szeretnék megőrizni az identitásukat. A magyar kormány részéről képviselt Szent Istváni gondolat pedig nem más, mint annak a belátása, évtizedikig tartott egyébként, de ma ez az uralkodó politikai gondolat Magyarországon,
hogy ennek a határon túl élő, idegen környezetben lévő közösségnek a nemzet megtartása csak úgy lehetséges, ha a legnagyobb egyetértésben, a legőszintébb, legtartósabb jó kapcsolatokat alakítjuk ki a mellettünk élő szomszédokkal. A hagyományoknak megfelelően a VMS 17. Szent István napi ünnepségén történelmi egyházaink képviselői megáldották az új kenyeret. Hölgyeim és uraim, a Vajdasági Magyar Szövetség nevében köszönöm, hogy itt voltak, és további szép estét, kellemes perceket kívánunk önöknek. Isten áldja meg Szent István királyunkat, Isten áldja hazát, Isten áldja nemzetünket. Ünnepi szentmisével vette kezdetét a Szent István napi rendezvény Szabadkán, a Szent Terész Székesegyházban megtartott misét dr. Székely János esztergom budapesti segédpüspök celebrálta. Egy megemlékezés, meg ismerkedés, barátok ilyenkor összejönnek faluról, meg városról, és akkor találkozunk. Mindig ünnepeljük ezt a napot. Milyen érzés új templomba jönni, hogy telve van? Jó. Én mindig szoktam, szomszédban lakok a templomba felsőjegyen, de szombat, vasárnap mindig megyek a templomba. Addig is imádkozik az ember, nem otthon, egymaga kutyorog egy sarokban. Ma egyedül vagyok. Akkor inkább elmék a templomba, azt akkor szeretek menni. Szeretünk itt lenni, úgyhogy meg nagyon jó. A Szent Misén részt vettek a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői is. A Szent Mise után a résztvevők Palicsra, a VMS központi rendezvényére látogattak. A Szent István napi központi ünnepség elmaradhatatlan része a kézműves kirakodó vásár. A vajdasági népművészek már kora délután kipakolták portékájukat Palicson. A hagyományos Szent István napi kirakodó vásáron a hímzett terítőktől, a kecsketejből készült szappanig minden megtalálható volt. A kézművesek nem elégedettek. Azt mondják, évről évre csökken az érdeklődés, főleg a külföldiek vásárolnak. A vajdaságiak az apróbb ajándéktárgyakat részesítik előnyben. Évek óta kijárok. Évek óta, amit a foglalkozó művek festészettel ki szoktam járni. Mit tapasztalt? Milyen a kereslet ilyenkor? Hát azt hiszem, hogy kicsit csappant. Tavaly is már gyöngé volt, most nem tudom pontosan, hogy majd meglátjuk este felé. Délután történik mindig valami este felé. Ilyenkor mi csak nézelődnek, kipakolnak, várjuk a programot. De itt vagyunk. Akkor mondhatjuk, hogy évről évre csökken az érdeklődés? Egy kicsit igen. Mindig attól függ, hogy milyen összetételű a sétáló közönség. Mert sok esetben csak feljönnek azért, hogy meghallgassák a programot esetleg, de árutól is függ. Árutól is függ. Kedvtől is függ. De azért csökkenőben van egy picit. Minden ilyen kirakodó vásár. Azt tapasztalható sajnos. Ön mit kínál idén az érdeklődőknek, vásárlóknak? Mit hozott? Pár Szent István képet hoztam, két kriglit hoztam, egy képet, egy-két magyaros mintát, a többi pedig ilyen mindenféle. Még próbáltam úgy felölelni minden témát, minden érdeklődőt. Ugye virágosok, mind a vadászok, halászok, mindenből egy kicsikét.
Most szervezett be a lányom, ő több évben itt van, de én most először jöttem. Mit hozott el? Mit lehet vásárolni önnél? Kézimunkát van, horgolás, van varázs, van hímz és kötés, mint tessék itt az asztalon is, háziáldások, asztalterítők, horgolás, blues, ezeket hoztam. Bármikor kora délután van, és a tömeg nem érkezett meg, de mekkora érdeklődést tapasztalt ez idáig? Érdeklődő van. Most a vásárló, hogy mennyi lesz a szerencsét, minden azon múlik. Mire számít? Reményt nem veszítsük el. Föl a fejjel és előre. Ha itt nem sikerül, megyünk tovább, de reményt nem veszítsük el. Ő mit tapasztal egyébként Vajdaságban, napjainkban? Mennyire kellendő portéka a kézzel hímzett terítő és egyéb lakástextília? Nincs megfizetve, olcsók, és itt nincs a népnek pénze. A külföldiek azok, hogy jobban vásárolják. Én ezt tapasztaltam. És azok nem sajnálják azt a pénzt, amit kérünk érte. Habár nem sokat kérünk, de akkor is ők nem sajnálják. A Kürtös Kalács jelen van minden nagyobb rendezvényen a városban. Ilyenkor Szent István napon mekkora a kereslet, mekkora a vásárlóerő? Mennyire szeretik a szabadkaiak és az ide látogatók a Kürtös Kalácsot? Mint minden alkalommal a Kürtös Kalács elég kelendő, úgy Szent Istvánkor is igen kelendő lesz, gondolom én. Hát most még csak a kezdet, de biztos vagyok benne, hogy erősítés kell majd délutánra. Idén milyen ízesítésű kalácsokat kínálnak? Hát ugyanaz, ami volt, az ízvilág változatlan, diós, fahéjas, kókuszos, kakaós, vaníliás és karamellás. Mi a legkelendőbb? Eddig mit tapasztalt? Hát általában a diós és a fahéjas. A gyerekek jobban a kakaósat kedvelik, de minden íz kelendő. Mi az igazi, hagyományos Kürtös Kalács titka? El lehet-e árulni ezt a titkot? Az igazi, hagyományos Kürtös Kalács, hát titok nincs benne, bele kell tenni mindent, ami kell a tésztába, és parázson sül. Késő délutánra benépesedett a Palicsi tóparti sétány és a Vigadó körüli léget. Kellemes kikapcsolódást és szórakozást nyújtott a zöldövezetben Szent István ünnepén egy délutáni séta. A zenei aláfestést a Pannon Rádió tapasztalt műsorvezetője Kis János, azaz Manó szolgáltatta. Most vagyok, és soha élőben megy az adás, a 9,5 megahertz a Pannon Rádió hullámhossza. Minden, ami történik, az hallatszódik az egész világon, hála az internetnek. Következik az a felvétel, amit a rádiodiszkóban az elmúlt 35-40 évben a leggyakrabban engedtem. Azért benne a felvezető zenében benne van az, hogy ez a pak-pak-pak-pak-pak-lumbenbú, vagy valami hasonlóképpen csinálja, se buli és a faraón szerve együttes. Ez a Little Purple People Eater, a kisvörös ember elvő, aki szeretett volna énekes lenni bandában, néha-néha be is vették a csapatba, de feltűnt nekik, hogy ebéd, illetve uzsonna szület után mindig egyre kevesebben vannak, de ezért tört neki kerékbe a karrierjét. Nekem különbözően a szívemhez dőlt ez a helyszín, elvégre évekig ebben a Vigadóban vezettem az Amphora lemezkóboc, és ez is az úgynevezett régi szép időköz tartozik, legalábbis nálam. Azt fogom adni, amit különben is szoktam csinálni, egy rádiódiszkót élőben. Kicsikét ez a nap szemembe süt a laptopon, nem a legtisztábban látszanak a betűk, de mindegy, ez az élő műsornak a varázsa. Az ünnepi beszédek és kenyérszentelő után a Csík zenekar és a Racka Jam lépett fel. A Palicsra látogatók azt mondták, államalapító István király napja mindenki számára szent kell, hogy legyen, aki magyarnak érzi magát. Úgy érzem, hogy magyarságnak ez egy megtiszteltetés, és azért is jövünk. Minden évben el tudunk jönni. Amikor itt hol vagyunk, mindig eljövünk. Azok vagyunk magyarok. Ezt az ünnepet legalább tartsuk meg minden évben. Érezzük, hogy magyarok vagyunk, és erősítse a hitünket, és a reményünket. Ön szerint mi az üzenete a Szent István napnak? Hát mi az üzenete, hogy megmaradni és kitartani. És ez a tartás megtartani. Miért tartott fontosnak azt, hogy családostól kilátogass a Szent István napi központi ünnepségre?
Jó kérdés. Szerintem mindenki, aki magyarnak érzi magát, ez a nap egy szent nap a magyarság számára. Igaz, egy pár napot el van csúsztatva, mert igazán a Szent István nap ünnep az 15-én kellene lenni Mária ünnepén. De ekkor van tartva. Úgyhogy az, hogy miért vagyunk kint. A közösség. Mint a Vas Albertnek a versében is, hogy ez a sok kis láng összefogni egy nagy hatalmas lángba, akkor többet érnénk el. Csík János, a Csík zenekar vezetője a koncert előtt nyilatkozott a Pannon RTV-nek. Többek között azt is elmondta, hogyan lett a Quimby most múlik pontosan, a kábítószer függőségről szóló dalának feldolgozása népszerű szerelmes dal. Az a kugli, ki nincs fába, hely, aki dolgozik, az meg is szomjazik, kugli fejé. Most a hangbeállás közepette vagyunk, ami jócskán arra készülést jelenti, hogy este jó mulatság legyen. Én rögtön a közepébe is vágnék. A most múlik pontosan, mondhatni, a Csík zenekar egyik legkiemelkedőbb, legismertebb száma. Ugye mondhatom ezt? Igen. Ez egy Quimby feldolgozás, ugye, ami a drogról szól. Hogyan jött végül egy szerelmes dal ebből? Hogyan lett? Hát ki hogy érti? Nagyon sokan ezt a úgyfajta másfajta megfogalmazást, mert sokféle szerelem van, ugye? Ki így, ki úgy érti? Az a lényeg, hogy nagyon sokan a magukévá tudták tenni, így vagy úgy, mert azért vannak, akik van, amit szerettek, és amit elvesztettek, vagy amit fölösleges, vagy nem lett volna jó szeretni. Ez szerintem épp ezért tud mindenkire rátalálni, mert sokan vagyunk, akik ezt vagy azt is valahogyan szerettünk. Nem vagy való nekem. A Délvidéki Központi Ünnepség hajnalig tartó mulatsággal ért véget. Ez tényleg szeret.